férjemmel próbáljuk a lángot égve tartani a műhelyben. Ez a gyapjú mennyiség egy hortobágyi csikós kalapnak a mennyisége, ez 4 fakból áll. A kalapos műhely mindig fő profilja, mindig is a hortobágyi pásztorkalapok voltak, a csikós, a gulyás, a juhász, a kondás és a kisbojtár kalapjai, de készítünk nagyon sok másféle magyar felfedőt is. Itt kivasaljuk a gyapjúknak a egyenetlenségét, a vasalóval és szép sima lesz a felforma és a karima is. És az megvan, körbe vasaltuk a karimát, aztán száradni kell neki. Ezt a hagyományt, hírnevet, ezt a pukámék és az ősi mihalkók felállították, erről voltak híresek, és nekünk ezt kellett a mai vásárló pásztor generáció kezébe adni. Most pedig a kívánt méretre körbe vágjuk a karimát. Megtisztítjuk kefével. Mondhatom büszkén, hogy szeretik a kalapjainkat.